So you've been hurt. See it in your eyes. You're beaten down by those other guys. I'll pick you up, be by your side. Tegnap este elszabadultak az indulatok. Crystallel volt egy kis szóváltásunk, előtörtek az érzelmek, ezért úgy lesz a legjobb, ha nem maradunk szobatársak. Hey, Barbie! Megjöttek! Felviharzott! Ó, te jó ég, hogy pakoljak össze? Mi történik? Mi történik? Segíts kérlek pakolni, dobjuk át a cuccaim a másik szobába. Az ágyon minden az enyém. Soha nem láttam ennyi ruhát. Bocs, nagyon nehéz lesz. Jobb is, ha elviszed. Csak néztem, hogy a haszta. Mindent az utolsó szálig összepakolt és elvitt. Jól vagy? Igen, mert mint sokat tudtam aludni, de aztán csak zokogtam a szobában. Nagyon sok trauma ért a múltban. Barátságok, kapcsolatok. Tényleg? Igen, arra gondolok, amikor nem szólaltam fel olyan dolgok kapcsán, amikről kellett volna, hogy beszéljünk. De most talán tisztáztad a dolgokat, nem? Ami történt, megtörtént, és az maradjon is a múlté. Biztos minden rendben lesz. Kicsit aggódom, hogy folytatódik a feszkó Crystal és Barbie között. Remélem, hogy át tudják ezt beszélni, megértik egymást, és le tudják zárni. Mert Barbie kiköltözése miatt nyilván van egy kis harag. Szóval kíváncsi vagyok, mi lesz. Na, tegnap este. Szerintem tök jó este volt, bár volt egy kis dráma. Te okoztad a drámát. Igen. Nem igaz, én. Az én esetem mindig a dráma királynő. Megfogadtam, hogy most végre nem a legdrámásabb csajt választunk ki. Erre ki az a két nő, akikkel elindult valami? Hello, dráma. Tegnap este is mondtam, ugye, hogy nekem nem kell dráma, de hát ez az, ami vonz engem. Magával ránt. És az a vicces, hogy a fiam is pont ilyen. Szerinted én reagáltam rosszul tegnap? Mondtál azért dolgokat, de megőrizted a lélek jelenlétet. Mondjuk az, hogy nem fogtál meg valamit és dobtad oda, az szép munka. Nagy erő kellett hozzá. De te mondtad, hogy te harcolsz. Én harcolok. Egy olyan környéken nőttem fel, ahol szó szerint nem tudtam úgy iskolába menni, hogy ne kelljen verekednem. Muszáj volt, mert a lányok féltékenyek voltak a hosszú hajamra, a szebb ruháimra. Ezek a lányok hipót öntenek az arcodba. Golfütőkkel vertek meg óangol bibliával. Nagyon durva volt. Szóval, ami itt megy, hagyjuk már. Ugyan már? Nyilvánvalóan nem beszélünk Barbie-val. Azt érzem, hogy ne szóljon hozzám. Nem akarok beszélni. Maradjon távol. Remélem, ma túllendülünk ezen. Persze, persze, de már várom a következő feladatot. Már mindenki el van. Tovább léptünk ezen. Az elején nekem még Chris jött be. Volt egy tök jó napunk együtt, de azóta inkább Stacy érdekel. Tetszik a kisugárzása. Azt mondták, hogy ha valaki tetszik nekem, akkor összeszűkülnek a szemeim. Mélyen belenézek a szemükbe, és csak nézem. Nézz rám a szemembe. Én is a szemedbe, és akkor... Milyen gyönyörű az idő. Ez szép volt. Szeretem a focit, beszállok. Játszunk majd egy meccset. Na, és ki lesz ma? Nyilván tudod, hogy kire gondolok. Joey-val valahogy megértjük egymást, tudod? Igen. Igen, és ilyet nehéz találni. Érettebbnek tűnik a koránál. Nagyon érett. Igen, nagyon. Neked ki jön be a majorból? Nagyon kedvelem a fiatalabb srácokat.
És mi van az apákkal? Egyelőre barátszónában vannak nálam, érted? De ez jobb, mint a semmi. Igazából van egy kis belső küzdelmem, és fogalmam sincs, hogy erről beszéljek bárkinek. Tudom, mi az, amit akarok. És nem fogok olyat tenni, amit nem szeretnék. Mindenki ugyanazért van itt. Bár nekem talán kicsit más a célom. Még az elején vagyunk. Igaz. Csak legyél nyitott, és meglátjuk, mi lesz belőle. Azt érzem, hogy Jamie nem igazán próbálkozik az apáknál, de közben meg a fiúk fele sem annyira nyitott. Próbálok rájönni, hogy mi van vele. Valami biztos, hogy van, csak még nem tudom, hogy mi. Ha kell, akkor itt vagyok. Köszönöm. Ha bármiről akarsz beszélni, vagy ha valaki megtetszene, én itt vagyok neked. Nagyon kedves vagy, igen, kézzel kell felemelnem a lábamat. Ó, sajnálom. Olyat keresek, aki velem egyidős, magasabb nálam. Felvehetem a 10 centis magas sarkút. De lehetek mellette egy bolondos cowgirl, és nőként kezel, ahogy én azt megérdemlem. Én vietnámi és kínai vagyok. 48 éve jöttem Amerikába, Saigon bukása miatt. Az első hajón érkező vietnámi emberek között voltam. Amikor a szüleim elmenekültek Vietnámból a 60-as években, engem és a testvéremet ott hagytak. Nagyon sokat kellett alkalmazkodnom, mert nem ismertem a szüleimet, és elveszítettem a hazámat. De annyira büszke vagyok magamra, mert szó szerint a semmiből jöttünk. Konkrétan egy halászhajóról. Összesen ennyink volt, és semmi más. Ma jöttem rá, hogy nekem Kelly miatt kellett idejönnöm. Erre a negyedik napon jöttem rá. Ő egy nagyon-nagyon csodálatos ember. Nem találkoztam még ilyennel. Kerültem a hozzá hasonló embereket, mert azt gondoltam, én nem érdemlek ilyen nőt. Az általános iskolai barátnőm óta ő az első tiszta lélek, aki teljesen bevonzott. Ez egyszerre szomorú és szép. Köszönöm, hogy elmondtad. Köszönöm. Elmentem a szobád mellett, és láttam valamit, ami közös bennünk. Mi az? A cowboy kalapod. Ja, igen, szeretem a westernt. Sokat vezetek, sokat vagyok kint, és olyankor felszoktam venni a kalapot. Terepjárót vezetek. Szeretem a megbízhatót. Sok mindent csinálok a szabadban, és olyan jó, hogy csak így felpattannak a hátsó ülésre a kutyáim. Szeretem a kutyákat. Darren olyan, mint egy úriember. Hiteles, őszinte ember. Kedves, szeretetteljes, régi vágású és férfias. Minden, amire eddig vágytam. A kalandra egy új fejezetre, és hogy jobban meg akarlak ismerni. Én is meg akarlak ismerni. Cheers. Egészség! Kelly vagyok. Emlékezhettek rám az első évadból. Én vagyok a diszkó anyuka. Én csinálom a bulit. Mindjárt bepattanok a jacuzziba. Anya, légy, nyugodj le! Én voltam az, aki ott andalgott Hozéval a naplementében. Sajnos nem működött. Nagyon jó barátok vagyunk. Csodálatos ember. Csak jót tudok neki kívánni. Szeretem őt. De most apák és a fiaik, dupla annyiból választhatunk. Ez nagyon izgi lesz. Remélem, hogy ezek a férfiak tényleg nyitottak is egy komoly kapcsolatra. Hello! Mert most meg fogom találni a férfit. Mi lenne, ha Joey pakolna most össze? Itt van Joey? Igen, itt. Ő meg ki?
Oda néztem, és láttam, hogy valaki sétál befelé egy nagyon gyönyörű ruhában. Na mondom, álljunk meg, ki ez a nő? Itt van a fiam? Szerintem nincs itt. Érdekel, hogy ki ez az új nő. Magabiztosnak tűnik. Olyannak, aki pontosan tudja, hogy mit csinál. És már most ő itt a királynő. Hello! Szia, Kelly vagyok. Joey, örülök. Te vagy Joey? A fiam is Joey. Jó, hogy itt vagy. Új csaj a háznál. Szerintem Kelly most itt a legszexibb. Jobban meg akarom ismerni Krisztinát, de azért nem szabad elfelejteni, hogy sok lehetőségem van. Nyitottnak kell maradnom. Nagyon sok minden van most a fejemben. Próbálok fókuszálni, és meg akarom harapni a fenekét. Hello. Jacob vagyok. Szia, Jacob. Örülök. Jó, ez bájos. Hello, hogy vagy? Jó. Szia, Krisztina vagyok. Örülök. Honnan jöttél? Észak-Karolina. Aranyos. Mi a fenét csinál itt ez a nő? Azért van itt, hogy egy kicsit bekavarjon? Vagy azért, amiért mi is? Mi történik? Árad belőle az energia. Van egy stílusa. Mi folyik itt? Fogalmam sincs. Ezt próbálom kitalálni. Kelly? Igen? Te ismered őt? Az első évadból ismerlek, szia! Hogy hívnak? Barbie vagyok. Barbie? De jó neved. Jó, hogy itt vagy. Jaj, várj, rád ragadt egy kis csillám rólam. Nem annyira rajongok Kellyért, mert láttam, mit művelt az első évadban. Egy gonosz nő. Éles személyisége van, de szerintem nem lesz kellemes, amikor hamarosan rájön, hogy nem ő itt a mély királynő. Kíváncsi vagyok, a többiek mit akarnak, mert én tudom, mit akarok. Én egy férfit. Szóval, ha barátnők leszünk a végére, az tök jó. De ha nem,